Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Bejutott a női röplabda extraliga döntőjébe a Fátum Nyíregyháza. Megnyerték a negyed döntő első meccsét a BKG ellen a Kék Cápák. Az utánpótlásról az utánpótlásért címmel rendezte konferenciát a megyeszékhelyen. A MÁD FC végzett az élen a regionális férfi felnőtt futsalbajnokságban. Szombaton rendezik a Nyíregyházi Városi Stadionban a nyuszi futást. Egy fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet az NTK. Bejutott a női röplabda extraliga döntőjébe a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese az elődöntő 5. mérkőzésén 3-1-re legyőzte a Békés Csabát, így 3-2-es összesítéssel került a fináléba. Én úgy gondolom, hogy fizikálisan rendben voltak. Kollégám Darabos Balázs remek munkát végez. Itt a negyedik mérkőzés után tényleg az volt a legfontosabb, hogy mentálisan föl kellett állnunk, tehát mentálisan kellett összeszedni a lányokat. Nem csak a mutatott eredmény, nyilván ebbe csúcsosodik ki az egész, de egész héten, ahogy dolgoztak, tehát tényleg az első nappal, amikor beszélgettünk a lányokkal, akkor még olyan eléggé megtört állapotban voltak a negyedik mérkőzés után, hiszen az is úgy éreztük, hogy már a kezünkben van. De egész héten azt a tüzet láttam bennük, hogy igenis meg akarják mutatni, és nem akarják elengedni, és azt láttam, hogy tényleg fölkészültek arra, hogy itt egy komoly csata lesz. Volt a mérkőzésnek olyan időszaka, amikor úgy érezted, hogy esetleg gond lehet? Egészen az utolsó pontig az ember mindig úgy érzi, hogy valami gond lehet. Az első játszmát, hálás Istennek, nagyon szépen kezdtük, tehát nagyon demonstratívak voltunk. A második játékban egy kicsit megakadtunk, de aztán sikerült ezen túllépni. Tényleg minden játszma nagyon szoros volt, minden játszma nagyon kiélezett volt. Tényleg csak akkor tudtuk elhinni, illetve gyakorlatilag mostanra kezd tudatosulni, hogy mekkora dolgot cselekedtünk. Ott a lefújás pillanatában az első gondolat az volt, hogy na végre, hogy vége, mert azért ez már egy idegörlő összecsapás volt. A bajnoki címvédőt legyőzte a csapat 10 mérkőzésből 8 alkalommal. Következik a bajnoki döntő, milyen reményekre jogosítva, vagy érdemes-e, hogy lehet egyáltalán visszafelé tekinteni? Egy döntő az egész más kávéház, ha lehet így mondani. Érdekes lesz, ugye mi nyilván most egy sorozat mérkőzésből érkezünk, a Vasas csapattal meg úgymond csak erre a döntőre készülhetett rá. Náluk van a pályája előny, egyáltalán nem lesz egy könnyű összecsapás, de ha már itt vagyunk a döntőben, akkor meg kell ragadni a lehetőséget, és úgy kell fölállni, hogy tényleg akkor nem elég az, hogy csak megpróbálni, hanem tényleg úgy álljunk ebbe az összecsapásba, hogy higgyünk abba, hogy ezt a bajnoki címet be lehet húzni. Mennyi előtt jelentett a hazai pálya? Ráadásul valószínűleg a Nyíregyháza idegenben is élvezi fogja a szurkolók támogatását. Igen, hát a mostani összecsapásból azért látszódott, hogy ugye fontos szerepe van a pályaválasztói jognak. Ebből a szempontból a Vasas előnyben van. Meglátjuk, tényleg nehéz megjósolni, hogy mi lesz. Tisztességgel föl kell készülni, és utána meglátjuk, hogyha a lányok mindent kihoznak magukból, akkor idézőjelbe teszem, és ezt ne tessék most félreérteni, akkor az eredmény csak másodlagos. De tényleg fel fogunk készülni becsülettel, és tényleg olyan elánnal akarunk belemenni ebbe a mérkőzésbe, hogy nyerni akarunk. Úgyhogy kellő izgalommal várjuk ezt az összecsapást. Megnyert a negyeddöntő első mérkőzését, így 1-0 vezet a két nyert meccsig tartó párharcban a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese hazai pályán 94-83-ra verte a BKG Primers együttesét. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, nehéz volt feltűnni az ellenfélnek ezt a kemény, agresszív, letámadó védekezését, illetve rossz ritmusban támadtunk az első félidőben, és nem voltunk elég kemények védekezésben. Aztán a félidőben megbeszéltük, hogy mind kell változtatni, és örülök neki, hogy meg tudjuk fordítani a mérkőzést, és meg tudtuk nyerni, ez a lényeg. Az ellenfél egyik erőssége a kinti dobás, a alapszakasz itthoni meccsén 4 triplát kaptunk, most nagyon bekezdtek a 3 pontosokkal. Ennek köszönhető az, hogy szünetbe vezettek?
Igen, így van. Azt hiszem 75%-a dobták az első fél időben a három pontost, de azért tudták megtenni, mert nem védekeztünk olyan keményen, mint az előző mérkőzésen. Ezen tudtunk változtatni a második fél időben, és azért tudtunk nyerni. Egy győzelem, egyenlőre kettő szükséges a továbbjutáshoz. Miben kell még javulni az, hogy Szigetszentmiklóson is sikerül nyerni, és le lehessen zárni a párharcot? Mindenképpen a védekezésben nem kaphatunk ennyi három pontost idegenben, illetve én úgy gondolom, hogy a támadásunk is akadozott, nem dobtunk olyan jól pontosan, mint az előző mérkőzésen. Bízok benne, hogy jobb lesz, és meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Aki csak az eredményt látja, láthatja, hogy 11 pontos hazai győzelem született, bár a 11 pont nem nagy különbség kosárlabdában, de talán még ennél is szorosabb volt a meccs a pályán, hogy érezted. Számoltunk vele, hogy ilyen nehéz mérkőzés lesz az első mérkőzés a rájátszásba. Tisztában voltunk vele, hogy BKG ilyen játékerőt képvisel. Sajnos az első fél időben a védekezésünkkel sok gond volt, amit utána a fél időben megbeszéltünk, és szerintem a második fél időben jól ki tudtuk javítani a védekezésünket. Elsősorban ezen volt a nagyobb hangsúly, a támadásra szerintem jött magától a védekezésnek köszönhetően. Saját játékoddal mennyire vagy elégedett? Elégedett vagyok, de nem ez a nélkül, hanem az, hogy nyertünk. És hát szerintem ez a csapattársak miatt volt így. És az, hogy a fél időben jól összedobtuk a fejünkben a gondolatokat, és úgy jöttünk ki a második fél időre, hogy meg kell nyerünk a mérkőzést. Látszott is, hogy talán egy picit motiváltabbak voltatok a második fél időben, látszott egy-egy kosár utáni reakción is, viszont ezzel mi csak a párharc első meccsén vagyunk túl. Mire számítottok az idegenbeli mérkőzésen? Hát, jövő héten utazunk. Sokkal keményebben kell hozzáállnunk ahhoz a mérkőzéshez, mint a mostanihoz. Nem szabad úgy kezdenünk, mint ahogy most az első fél időben. Szerintem van esélyünk megnyerni a találkozót, és jó lenne lezárni ezt a párharcot. Az utánpótlásról az utánpótlásért címmel rendeztek kézilabda edzők és sportvezetők számára konferenciát Nyíregyházán. A rendezvényen ott volt a szövetség szakmai igazgatója Zsiga Gyula is. Mivel most már két éve indult ez a Velünk kerek a világ, tanuld a kézilabdát koncepció, ezért úgy gondoljuk, hogy arról is kell beszélnünk, amit eddig elértünk. Tehát igazság szerint az én előadásom pontosan erről szól, hogy a stabilizáció, de természetesen a szakmai tartalmakon kívül a versenyeztetéssel is foglalkozunk, a strandkézilabdával, a TAOS pályázati kiírásoknak a pontos értelmezésével. Tehát a szakmai irodák a szövetségből eljönnek, ellátogatnak, és konkrét kézzelfogható dolgokat próbálnak abban a kapcsolatban tájékoztatásként elmondani, mi várható az elkövetkezendő szezonban. Milyen az érdeklődés a klubvezetők, edzők részéről egy-egy előadáson? Ez változó. Úgy gondolom, hogy aki időt tud rászakítani és megtisztel bennünket, azoknak nagyon örömmel elmondjuk. Akik nem, azok úgyis a felületen, a szövetség honlapján majd megkapják a kellő információkat. Úgy gondolom, hogy főleg azok látogatnak el személyesen, akik kíváncsiak már ebben a stádiumában is gyakorlatilag a jövő év, hogy hogyan épül föl, illetve aki kérdezni akar. Tehát főleg azok jönnek, akik ugye egyfajta ilyen interaktív módon megpróbálják akkor az elmondottakra a reakciókat észrevételezni. A kézilabdában is a TAO nyújtott a lehetőségek, új távlatokat nyitottak meg. Honnan indult, hol tart most és hová futhat ki az utánpótlás nevelés a sportágban? Óriási lehetőség ez a látványsportok számára. Ebből adódóan sajnos érezzük azt a fajta problémákat is, amik az elmúlt években az ellenőrzés és a követelményeknek a vissza, hogy úgy mondom, ellenőrzését hiányában nem igazán úgy alakultak a dolgok, ahogy ezt a gyerekek és maga a sportág is megérdemelte volna. Van egy csomó olyan sportszervezet, hála Istennek nem ezek vannak többségében, akiknél úgy érezzük, hogy a gyerekek, a TAO és az áldozatai eszközei gyakorlatilag a felnőttes értékrendek miatt kialakult helyzetnek, de hála Istennek egyre kevesebb az ilyen, és nagyon sok olyan sportszervezet van, aki nem csak a szakmai tartalmak, hanem a TAO elszámolásban is abszolút fejlődött. A gyerekek egy nagy verseny, nem csak a sportágak között, nagyon sok más minden is elszívó előtt jelent. A kézlabda milyen perspektívát tud kínálni, hiszen itt nem a gyerekek döntenek, hanem általában a kormányok, a szülők. Hát azt gondolom, ez is több, hogy úgy mondjam, lépcsőre épül. Az egyik az, hogy nagyon népszerű sportág a kézlabda, rengeteget van képernyő előtt, és hál' Istennek a klub szinten egyre több nagyon jó eredmények születnek. Válogatott szinten, ugye a korosztályos válogatottak, azok fantasztikus évezáltak, főleg a női vonal és a női válogatott is. Most már úgy érzem, hogy a régió magához képest kezd talpra állni, és nagyon reméljük, hogy a fiú válogatott is egy vonzó erőt fog jelenteni majd az újonnan érkező gyerekek számára.
azzal, hogy komolyabban és felelősségteljesebb munkára ösztökéljük és buzdítjuk a nevelőedzőket, azzal is véleményem szerint egy pozitív irányba tudjuk terelni a szülőket, mert alapvetően a kisiskoláskorban inkább a szülők azok, akik behozzák a sportágba a gyerekeket. A kézlabda egy borzasztó dinamikus, egy nagyon gyors játék, nagyon jó koordinációt és fantasztikus állóképességet és kondíciót tud biztosítani. Ezeket mind-mind figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy elég sokan vagyunk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat ebben a sportágban. Az utánpótlás nevelés, és szó mindig örök kérdés, mi a fontosabb, a játékos nevelés pedig, vagy pedig az eredménycentrikusság, hogy szó esett az utánpótlás nagyszerű eredményéről, hogy lehet ezt a kettőt megfelelő egyensúlyba tartani, hiszen van egy elvárás a klubvezetők a szülők részéről, viszont az igazán az a lenne a végső cél, hogy egy kész játékos kerül egy felnőtt csapatba. Minden edző, én is edzőként ugye tevékenykedtem életem nagy részét, gyerni akar, ez természetes, ezzel nincs semmi baj. De a hétközi munkálatokban nagyon fontos az, hogy az a korosztályra jellemző képességfejlesztés vagy technikai képzés, az meglegyen. Tehát ne se edülő bajnokokat képezzünk, hanem felnőtt játékosokat neveljünk ki, és ez legyen a végső cél. Természetesen, hogyha ez győzelmek sokaságával jár utánpótlás szinten, azzal nincs baj, de ismétlem, ha kimarad a képzés, ha kimarad a nevelés, akkor nagy valószínűség szerint ez egy borzasztó rövid életű, és mi azt szeretnénk, hogy nagyon jó felnőtt játékosaink legyenek, akik nem feltétlen csak válogatott szintűek, és nem feltétlen első osztályuk, hanem gyakorlatilag minden osztályban, de felnőtt játékosként közreműködjenek ebben a sportágban. Azt szólták mondani, hogy a tehetség mindig utat tör magának. Mekkora gondot jelent ez a fiatalok számára, hogy ha megnézzük akár a férfi, akár a némezőnyt, rengeteg a külföldi játékos? Most már hála Istennek, hogy azok a nagy klubok, ahol alapvetően a BL szereplés és a nemzetközi poron miatt külföldi klasszis játékosokat foglalkoztatnak, azért ők is észrevették már, hogy nem feltétlen az az előrevezető út, hogyha a leláton vagy a kispadon üldögélnek, hanem kölcsönadják, odaadják, akár külföldre, akár magyar klubokba. Női szinten a mostani U20-as világbajnok csapatunk az igazából mindenki NB1-be játszott már. Tehát a női vonalon szerintem megoldódni látszik ez a gond, és a jövő évi világversenyeken is igazából olyan játékosaik lesznek női porondon, akik NB1-be játszanak. Fiú szinten pedig látható módon azért van egy-két olyan klub, mint most például a Balatonfüred, vagy jövőre esetleg a Tatabánya, ahol a magyar válogatott játékosokat akár korosztályos, akár felnőtt szinten foglalkoztatni fogja. Tehát ebben is azt érzem, hogy előre léptünk, és más szemléletmód kezdett kialakulni az elmúlt egy-két évhez képest. A MÁD FC végzett az élen az MLS megyei igazgatóság által koordinált regionális felnőtt futszálbajnokságban. A második helyet a MEASZ szerezte meg, a harmadik a Debreceni Sportcentrum csapata lett, a negyedik helyen pedig a Csenger futszál végzett. A tavalyi évhez hasonlóan idén is rendben lezajlottak a regionális küzdelmek, szintén ugyanúgy az előző kiíráshoz hasonlóan Borsod és Hajdú csapatok is részt vettek ebben a bajnokságban. 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, 3 Borsod-Abaúz-Zemplén és 3 Hajdú-Bihar megyei csapat vett részt a mostani NB3-as vagy ugye Északkeret regionális felnőtt futszálbajnokságban. A csapatok oda-visszavágós rendszerben játszottak, október végén kezdődött a bajnokság, és nem olyan régen ért véget, viszont ugye az első két helyezett csapatra még vár egy rájátszás, hiszen az országban összesen ugye 6 régiós ilyen NB3-as bajnokság van, és mivel nálunk elég sok csapat indult, kimagaslóan sok, így ebből a régióból az első kettő helyezett vehet részt a rájátszásba, ahol egyébként 8 csapat kerül be, és végül onnan majd a rájátszásból kerülhet fel a legjobb csapat az NB2-be, meglátjuk, lehet, hogy esetleg ebből a régióból fog. Érdekesség, hogy a borsodi csapatok domináltak, hiszen az első két helyen ugye az északi szomszédi csapatok végeztek, a MÁD és a Miskolc, a harmadik helyen pedig egy debreceni csapat. A MÁD-iakról pedig külön érdekesség elmondani, hogy ő már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei címet is szerezte két évvel ezelőtt. Klasszikus futszál csapatok, futszál játékosok talán csak a legmagasabb osztályban vannak. Ezeket a csapatokat milyen játékosok alkották? Ezeket a csapatokat 100%-osan nagypályás labdarúgók alkották. Nincsen olyan, legalábbis nem tudok olyanról, aki csak futszálozna. Minden egyes esetben az figyelhető meg, hogy szinte 99%-ban a nagypályás csapatoknak ez egy plusz edzés hétfőként, és ugye már ezt nagyon sokan megmondták a komolyabb edzők közül is, hogy egy-egy futszálban, egy-egy kis játékban azért az a nagypályás labdarúgóknak is jót tesz, úgyhogy ezt úgy próbálják beépíteni a nagypályás csapatok, mint edzés. Persze vannak olyan csapat ebből a bajnokságban is, aki a futszálra épít, viszont azok a játékosok is nagypályáznak.
bővülhet esetleg a létszám a következő szezonra, mint említetted, a mezőny felé Szabolcs-Szatmár Bereg megyei csapatok alkották, úgyhogy Borsodban hagyva, hogy biztosan minden bizonyal van fehér folt. Vannak fehér foltok, kérdés az, hogy bővül-e vagy nem. Azért azt tudjuk jól, hogy Borsodban is, Hajdúban is, akár csak Szabolcsban, de főleg Hajdúban több NB-s csapat van, tehát NB1-2-es csapat, tehát azért Hajdú-Bihar megyében a futszának nagyon komoly hagyománya van. Most már mondhatom azt, hogy nálunk is alakul ki, hiszen az NB1-es csapat mellett azért már az NB2-ben is két csapat képviseli a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei színeket. Borsodban annyira még ez nem elterjedt, de én azt hiszem, hogy a telefonhívásokból, az érdeklődésekből úgy gondolom, hogy a következő szezonban is lesz új belépő. A kérdés az, hogy a mostaniak közül esetleg mindenki marad-e vagy sem, de egyébként már a mostaniak közül is tudok két olyan csapatról, aki a jövő évben komolyabban szeretné venni és meg szeretné célozni majd az NB2-t. Szombaton 10 órától rendezik meg a Nyíregyházi Városi Stadionban a hagyományos immár 28. nyuszi futást. A rendezők számos programmal várják a résztvevőket. A jól begyakorolt versenyszámok, tehát az óvodásoknak, az általános iskolásoknak, alsó tagozatnak, felső tagozatnak szintén külön indítunk számokat 400 méteren, és természetesen a családi futást is beütemeztük, ezt is nagyon szeretik a résztvevők, ugyanúgy, mint ahogy a nagyhűves pályán, a center pályán a tojás kapó versenyt, hiszen a nyers tojás dubáló verseny van, és itt is nagy harc van, általában 30-40 család vesz ezen részt. Ugrálóvárat is hoztunk most, mivel jó az idő, tehát korábban azért elég hűvös időkbe bonyolítottuk a nyuszi futást, és most az Ugrálóvár is várja a gyerekeket. Itt lesz a Tapsi Express, ez is óriási népszerűségnek örvend, hiszen 4 kört fog megtenni a Tapsi Express, a cukorágyú is szintén beüzemelésre kerül, és nagyon-nagyon sok ajándék várja a résztvevőket, hiszen mindenkit megajándékozunk, minden gyereket külön megajándékozunk, és minden távot teljesítő résztvevő pedig tombolát kap, és több mint 100 tombolát fogunk kisorsolni 12,5-1 magasságába. A nagyon fontos dolog az, hogy én már 15. éve a Morzsi Pékség, a Nyíregyházi kenyérgyár várja a résztvevőket a sátrába, és hajnalba sütött finom, különleges süteményeket kapnak a résztvevők, ingyenesen kóstolhatják ezeket, és természetesen a tiszántúli takarék stábja is kín lesz, lufikkal, ajándékokkal fognak kedveskedni a résztvevőknek. Én bízom benne, hogy mindenki jó fogja érezni magát, és várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Regionális hitelintézetként mindig kitüntetett figyelemmel tekintettük a helyi nagyszabású tömegsport eseményekre. Ezek közé tartozik a nyuszi futás is, és idén is teljes mellszélességgel álltunk a rendezvény mellé. Eme nagyszabású sporteseménynek az ismérvei, úgymond családias hangulat, tradíció, minőség, egyben a támogató Tiszántúli Takarékszövetkezet ismérvei is. Egy fordulóval zárás előtt megszerezte a bajnoki címet, és feljutott a Szuperligában Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK hazai pályán 5-3-ra verte a fővárosi vízműek csapatát. Azt lehet mondani, hogy végül is mi dobtunk egy kicsit gyengébben, egy kicsit feszültek voltunk, mert mindenképpen valamelyest a tét a mi válunkat nyomta, független attól, hogy mi voltunk a találkozó egyértelmű esélyesei, de folyamatosan sikerült egy-egy fákkal elmennünk az ellenfelektől. Rögtön az első sorban fontos volt, hogy Kastura Zsolt az utolsó dobásokig kiélezett párharcot vívva megszerezte a csapatpontot, míg Magyarorsi Péter csupán 6 fával maradt alul, azonban a középső sorban a Fehér Béla 624 fás teljesítménye eddig Nyíregyházi legjobb mérkőzésbeli eredménye volt, úgyhogy ez mindenképpen kellett a középső sorban, míg a középső sorban gurított a Szilágyi Sándor, illetve a Szolyka Miklós, a két újoncunk. Ők azt lehet mondani, hogy kicsit izgultak, mert a tét abszolút az ő vállukat is nyomta, mert nem volt óriási előnyünk az első kör után, de megoldották valamelyest az zárkózást a vendégek egyik legjobb játékosával szemben, és az zárósorban a Hakker Dezsővel úgy léptünk dobóállásba, hogy még abszolút nyitott volt a meccs, bár már érezhető volt, hogy legrosszabb esetben is 4-4-es döntetlen lesz az eredmény, ami nekünk már mindenképpen egy megfelelő lett volna itt a bajnoki cím elérése tekintetében. Azonban az utolsó néhány dobásban Dezső folyamatosan
jött felfele, és végül megszerezte a fontos csapatpontot a vendégek szintén másik kimagasló játékosával szemben, és így alakulhatott ki, hogy a csapatfánk is meglett, illetve 3 egyéni ponttal 5-3 arányban diadalmaskodni tudtunk, és ekkor már mehetett az örömtánc, mert már tudtuk, hogy az utolsó találkozótól függetlenül, illetve a BK előre mérkőzésétől függetlenül is már bajnokok vagyunk matematikailag, ami a végső célunk volt ebbe a bajnokságba. Mennyire volt hosszú ez a szezon? Nem is az idejére vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy ugye említetted, a bajnokság előtt a visszajutást tűztétek ki célként, és azért ősszel nem minden úgy alakult, ahogy elterveztétek. Végülis nagyon jól indult, azt lehet mondani már rögtön az őszi szezon, de azért érezhető volt, hogy ahogy haladtunk előre, ha jól tudom, 7 mérkőzést nyertünk Zsidorba, és akkor jött egy nagyon komoly hullámvölgy, amikor Cegléden kikaptunk 3 fával, és akkor utána folyamatosan borult a csapatnak a stratégiája, utána rögtön a BK előre ellen egy kikiváralcon, Budapesten is kikaptunk, majd Cegváron jött egy nem várt vereség, de mégis fel tudtunk állni, mert muszáj volt talpra állnunk, bár hozzáteszem, hogy nagyon rosszul jött az utolsó hazai mérkőzésünk, ahol az Eger ellen, a rivális Eger ellen botlottunk hazai pályán, az azt lehet mondani, hogy nagy meglepetésre, mert rosszul dobtunk, azonban most, hogy így a Fehér Béla is felépült a szezon elejére, januárra, így folyamatosan tudtuk hozni a mérkőzésénket, Béla a 600-as teljesítményeit folyamatosan tudta produkálni, míg mellette több húzójátékos is, hál' Istennek oda tudta tenni magát, úgyhogy azt lehet mondani, hogy fantasztikus tavaszi szezonon vagyunk túl, egyértelműen mi voltunk a favoritok, 10 mérkőzésből 9 győzelmet és 1 döntetlent értünk el, és még hátra van a 11. mérkőzésünk Egerbe, tehát egy hibátlan mérleggel lehetett csak előrukkolni, és végül is, ahogy látjuk, meg tudta csinálni a csapat, és még hozzáteszem, hogy még mindig van egy mérkőzés, ahol még lehetett volna esetleg esélyt adni arra, hogyha netán valami botlás van a tavaszi szezonban, de nem volt erre szükség a csapatnak, mert tényleg egyértelműen kimagaslottunk ebből a mezőnyből, és valamelyest maga biztosan, de mégis bajnokok tudtunk lenni, és megmondom őszintén, hogy szeretném még az utolsó mérkőzésen az Egernek revansot venni, az Eger csapata ellen, és szeretnénk még azt a mérkőzést is behúzni, már csak azért is, hogy a félidőben edzőváltáson átment csapatnál a Ráski János veretlen mérleget produkálhasson pályafutása során, ami ebbe a szezonba kezdődött számára. Vereséget szenvedett Debrecenben a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese 67-48-ra kapott ki a Deasz DS-től. Amíg az előző években megvoltak ugye azok a játékosaink, akik ugye föl tudták venni akár korban, akár rutinban, akár tömegben ezeken a játékosan a harcot. Most ugye itt vagyunk egy aránylag kis vékonyka, ügyesek, de súlytalan csapattal. Még az elején úgy nézett ki, hogy nem is lesz itt túl nagy gond és probléma. Próbáltuk ugye lépésben maradni az ellenféllel, emberfogással aránylag jól meg tudtuk oldani a védekezést. Ugye amikor azért kaptuk azokat az elzárásokat, amiket kaptunk, most ezzel vitatkozhatunk, hogy most ez szabályos volt-e vagy sem, ugye ez ilyen szempontból teljesen mindegy. Nem tudtuk megoldani se a váltásokat, vagy ugye amikor ugye elváltottuk, akkor annyira kis emberek maradtak benn palánk alatt, ugye nem tudtuk megoldani, de még hogyha a magas emberrel is maradtunk, tehát azért azt tudomásul kell vennünk, hogy ugye, mit tudom, 7-8 évvel rutinosabbak, most ez ugye természetesen meg lehetne oldani, gyorsasággal, fürgességgel, sokkal jobb dobó teljesítménye, de sajnos ez tehát nem tartunk még itt. Tehát ők megpróbáltak ugye beállni zónába, és a kinti dobásaink se igazán úgy sikerültek, ahogy mi azt szerettük volna. Én azt mondom, hogy az első két negyed az úgy helyek közel jó volt, ott ugye a végjátékban kaptunk olyan kosarat, ami szerintem játékvezetői hiba volt, tehát azt nem lett volna szabad megadni, de most teljesen mindegy. Lehet, hogy akkor egy kicsikét másként fordultunk volna a második félidőre. A harmadik negyedben megpróbáltuk a fiatalabb játékosainkat is pályára küldeni, ugye nekünk elsősorban az a célunk azért, hogy neveljük az utánpótlást, és megpróbáljuk felnevelni azt a nemzedéket, aki 2-3 év múlva ugyanolyan sikerekre lehet majd képes, mint az elődeik voltak. Sajnos ez nem jött össze, tehát itt ugye egy aránylag nagy arányú vereséget szenvedtünk el ebbe a harmadik negyedbe. Aztán utána megint megpróbáltuk a picit rutinosabb játékosainkat pályára küldeni, megpróbáltunk különböző védekezési
variációkat alkalmazni, tehát megnyisztük a zóna védekezést, megpróbáltunk egy kicsit ott maradni egész pályán. Az egész pályát az, hogy amikor a kicsik voltak, azt azzal meg tudták oldani, tehát ugye az nem igazán volt ellenállás a Debrecennek. A zóna védekezésünk viszont egy kicsit azért változhatott az eredményen, meg ugye ott elkezdtek betalálni a játékosok, lehet, hogyha még játszunk másik két-három negyedet, akkor azért megjött volna az önbizalom, megjött volna az a dobásbiztonság, ami negyedik negyedre jött meg. A negyedik negyedet aránylag nagy arányú különbséggel tudtuk megnyerni, de hát ugye ez is kevés volt ahhoz, hogy a mérkőzés egészében mi legyünk a győztesei ennek a mérkőzésnek. Én alapvetően nem vagyok csalódott, tehát ugye azt tudtuk, hogy egy olyan Debrecen ellen lépünk pályára, aki évek óta együtt kosárlabdázik, tehát ugye azt azért mi is láttuk, hogyha együtt tudunk tartani egy csapatot, aki évről évre együtt játszik, akkor ugye már ismerik a játékosok a társaiknak a gondolatát is, és úgy azért sokkal könnyebb kosárlabdázni. Tehát ugye nekünk azért tudni kell, hogy ugye nekünk nagy segítségünkre van a Takács Anna és a Pál Vivien, akik a másik két idősebb játékos pótlására érkeztek, de hát ugye nem tudnak együtt edzeni a csapattal bármennyire szeretnénk. Az egyik a munkahely elfoglaltsága miatt, ugye az Anna pedig ugye Miskolcon tanul. Tehát neki elsősorban az egyetemi kötelezettségeknek kell megfelelni, és megpróbálunk ugye így valamilyen szinten helytállni. Na ugye ők viszont ezzel a juniorsorral, és igazából nem játszottak soha együtt, mert ugye ők mindig is a másik generációnak voltak a tagjai, és így azért ezt így összekovácsolni elég nehéz, de hát ugye vannak rá példák, hogy sikerül, mert van olyan mérkőzés, amit tudunk nyerni, ez sajnos nem az a kategória volt. Az üldözők most már látótávolságon belülre kerültek, van-e még szansz a csapatnak, hogy nyerjen a hátralévő bajnoki meccseken? Most attól függ, hogy ha levegyünk Pécsre jövő héten, ugye, mert az Ajka az nem az a kategória, amit valószínűleg meg fogunk tudni nyerni, tehát ugye az Ajka az összeszedte azokat a játékosokat, akik régebben NBA-ban játszottak, de már nem szerettek volna ott játszani, tehát nekik azért egy aránylag ütős, jó szerkezetű csapatuk van, tehát ugye itt hiába hazai pályán vagyunk, tehát itt túl nagy reményeink nem lehetnek. Ugye van a két pécsi mérkőzésünk, ami alapvetően bármi lehet, itt már csak az a kérdés, ugye, hogy itt ez már a rájátszásnak is a vége, tehát ugye itt szép lassan az ászcsapatok is befejezik a mérkőzéseiket, és az azt jelenti, hogy azok a játékosok, akiknek még esetleg szerződésük van, azokat valószínűleg be fogják játszatni ugye az amatőr NB1-es mérkőzésre, mert ugye mindenki szeretne mérkőzést nyerni, tehát meglátjuk, hogy Pécsen is mi a lehetőségünk arra, hogy egyáltalán mérkőzést nyerjünk, és utána ugye van még másik két olyan mérkőzésünk, a Tatabánya és a Beat, ami megint nem valószínű, hogy meg fogjuk tudni ezt oldani, tehát mi ugye egyre kevesebben vagyunk, a mi játékosaink ugye azért tehát ezeknek azért csak tanulmányi kötelezettségeik is vannak, és nem minden esetben tudunk komplett csapattal elutazni, de ettől függetlenül a következő mérkőzéseket is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, aztán meglátjuk, hogy ebből mi sikerül. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!